Üdvözlet mindenkinek! Megjelent a Rokó 2023-as újdonság katalógusa, és ennek apropóján ebből fogok ma szemezgetni a magyar vonatkozású modellek tekintetében. Kezdjünk is bele, olvassunk is bele, nézzük meg, hogy mikkel készült a Rokó nekünk az idei évre. Először a klasszikus MÁV és Gesert modelleket fogjuk megnézni, majd utána a hazánkba bejárós egyéb külföldi járműveket. Kezdjük is a MÁV és Gesev vonallal. A katalógus 88. oldalán egy gyönyörű szép képpel találkozunk, amin a Gesev 150. évfordulós Taurusza látható egy szép kis Eurocity vagy Intercity vonattal, és rögtön utána ott is van a mozdony, az 504-es pályaszámú Gesev matricás teknő az egyik idei újdonság. A Lock & More cégnek a közreműködésével készül el ez a modell. 6. korszakos kivitelben, és ha jól látom, 2023 első negyedévére ígéri a Rokó a modellt. A klasszikus Rokó Taurustól szerintem csak jókat várhatunk, reméljük nem okoz csalódást a gyártó. Nekem is ugye az újabb generációsból a 9-es van meg, hozta a kötelezőt ez. A Rokónak szerintem az elmúlt 20 év alapján már egy rutin munka. Nézzük is tovább, lapozzunk tovább. A következő oldalon pedig szembe jön velünk egy Trax, a 18-es pályaszámú startos Trax. Hát akkor kérem szépen, idén el leszünk látva, ugye a Pico is bejelentette a 23-as pályaszámú mozdonyt. Szintén 6. korszakos kivitelben, itt is 6. korszakos startosként van feltüntetve a Trax, úgyhogy lehet majd válogatni, hogy Rokó, Pico, kinek melyik és milyen árkategóriába fér bele majd a pénztárcájába, meg a büdzséjébe a modell. A Rokó Traxról volt egy korábbi kis cikkem még az ősidőkben, belinkeltem ide, le meg lehet nézni egyébként, hogy körülbelül mire számíthatunk. Nem hiszem, hogy nagy újdonságok lesznek, valószínűleg a tetőpanel az marad a régi. Reméljük, hogy a vezetőfülke festését most eltalálják, és nem kék színű lesz, mint a korábbi mozdonyom. És akkor menjünk tovább, rögtön itt van ugyanezen az oldalon, picit lejjebb, egy első osztályú Y, Győri Y jellegű kocsi, ráadásul startos kivitelbe. Hát ez az, amit szerintem már többször az előző két évben mondtam a kihagyott zicseres videóimban, hogy bizony nagyon rég volt már az, hogy startos Győri kocsi kijött volna bárkitől. Ugye a legutóbbi eresztés az a Tilligé volt, én úgy emlékszem, hogy az ilyen 2012-3-4 körül tűnt el véglegesen a boltokból az utolsó darabokat, és akkor vitték el. És ugye ez egy jóval korábbi, ha jól emlékszem, 2009 vagy 2010-es kiadás volt. Ott ugye egy első osztály, egy első másodosztály, és két különböző pályaszámú másodosztályú kocsi volt akkor megjelentetve. Hát most a Rokó lecsapott erre az ígyszerre, és megjelenteti ezt a kocsit. És nem csak ezt a kocsit, hanem a következő oldalon láthatjuk is, hogy másodosztályú kivitelben is, és nem a sima startosat, hanem ezt az arculat javította, tehát azt, aminél az ajtón túlfut ugye oldalt a kis szürke sáv, illetve amin fölül is van egy kis szürke sáv az ablaksor fölött. Ez az a modell egyébként, ugye, amit én többször már említettem, hogy bizony ilyen kocsiból is azért el kellene startos verzió, hiszen ugye nagyon jól meg voltunk szorva itt a 4., 5. korszakos kocsikkal. Startos, aktuális eddig még nem volt, most idén lesz. Ezeket a kocsikat, hogyha jól láttam, ezeket második negyedévre ígéri a gyártó. Annyit tudni kell róluk, hogy ugye ők formailag teljesen nem pontosak, ugye a kocsi végek, illetve az ablakok magassága szerintem a legszembetűnőbb különbség, tehát ők csak egy átfestése ugye a DRS, a német Y kocsinak. Jellegében ugye Y kocsi, viszont részleteiben ugye vannak eltérések, lesznek eltérések, tehát ez érdemes észben tartani. Én azt láttam, hogy nagyjából ezek szerint is árazott a gyártó, ahol néztem magyar boltokat is fölkerültek árak, ilyen 25 ezer forint környékére árazták be őket. Ebből a másodosztályú Y kocsiból egyébként egy második pályaszám is meg fog jelenni, itt oldalt írják, hogy kettő van belőle, két külön cikk számon. Aki esetleg erőrendelne, az figyeljen erre, hogy lehet belőle két külön pályaszámú kocsit is rendelni. A másodosztályi kocsi alatt pedig találunk egy Bauceni étkező kocsiról egy képet. Ez is 6. korszakos startos kivitelben.
Ugye egy fotomontázs van, nem tudom eldönteni, hogy ez így marad-e véglegesen, vagy nem. Itt a fotomontázson rossz forgóváz van a kocsi alatt. Remélem, hogy a rokkóik az időben észbe kapnak, és a megfelelő Görlitz 5A forgóvázat fogják a kocsi alá tenni. Elvileg ez ilyen forma újdonsága a rokkónak, ugye ebből korábban volt ez a hossztorzított 1/100-as méretarányú kocsi. Ez a kocsi itt, hogyha jól látom, akkor exakt 303 mm-es hosszal fog rendelkezni, őt is egyébként második negyedévre ígéri a gyártó. A magyar vonatkozású rész az úgy ennyi lett volna, hát mondhatjuk azt, hogy kicsit sovány, de hogyha a tavalyi 2 teherkocsiból indulunk ki, akkor azért látszik, hogy egy picit jobban oda tette magát a gyártó, és kiváltképpen plusz pont, hogy olyan járműveket is megjelentett, amik szerintem nagyon régóta hiányoznak a hazai piacról, itt ugye az Y-kocsikra gondolok elsősorban, illetve hát ugye a Trax is egy olyan dolog, amiből viszonylag régen volt nem matricás, startos verziójú jármű. A Rokónak egyáltalán nem volt, tehát neki ugye 01-es trakciós volt korábban kiadva, ugye pont ugyanazt a pályaszámot hozta ki, amit annak idén az Acme és a Pico az elején. Most legalább egy külön pályaszámot kapunk, tehát aki esetleg érdekli, az meg tudja venni a Picót is, meg a Rokót is, nem lesz pályaszám egyezés, plusz pont, valamennyire talán figyeltek erre, hogy ne ütközzenek a dolgok. És akkor térjünk rá a hazánkba bejárós, illetve a hazánkban is közlekedett témára, ugye itt a külföldi járművek, külföldi vasutak olyan járműveiről beszélek, amik előfordulhattak itthon nálunk. Először is van egy negyedik korszakos DRS Y-kocsi szett, nem is egy, hanem rögtön 2. Első másodosztályi kocsi, pakli kocsi, illetve a második szettben egy első és másodosztály, egy másodosztály és egy Mitropa háló. Ezeket akár föl is lehet használni egy ilyen klasszikus negyedik korszakos hazánkba bejárós szerelvénybe, akár például a Favoritban előfordultak ilyen Mitropa hálókocsik is, illetve a sima első és másodosztályi kocsik is például a Meridianban tökéletesen passzolnak, de még számtalan olyan vonatot tudunk keresni, amikben ezek felhasználhatóak. Személykocsik területén, illetve hát szerelvények területén még egy Railjet szerelvényt jelentett be a Rokó. Pontos pályaszámát nem tudom, így nem tudom megmondani, hogy ez hozzánk bejárós vagy nem lesz-e, de esetleg aki annyira nem figyel ezekre a dolgokra, hogy pályaszám szerint mi jár be, meg mi nem, annak érdekes lehet ez a téma is. Egy 4-részes, illetve egy 3-részes szedbe fog ez kijönni. Tovább görgetve nézzük a Vectronokat. Vectronokból nem is kevés hazánkba bejárósat tervez kiadni a Rokoid az idei évben. Lesz egy klasszikus ÖBB-s Vectron, ugye ő is elég gyakori vendég nálunk, illetve nagy meglepetésre a Roko kihozza ugyanazt a QR-kódos cseh Vectront, mint amilyenhez hasonlót ugye a Pico is bejelentett. Hát itt ugye pályaszámok tekintetében nem lehetünk annyira biztosak a Piconál, a Rokónál itt a 193-696-os mozdonyról beszélünk, meglátjuk majd, hogy ezt hozza ki a Pico vagy a másikat, ugye ebből több pályaszámú is közlekedett nálunk, illetve több pályaszámú is létezik. Ezek mellett kapunk egy Retrak Vectront is, ő is hazánkba bejárós, ő is elő szokott fordulni különféle tehervonatok élén. A Vectronoknál maradva fog érkezni egy ZSSK kargós 383-204-es pályaszámú ilyen kis matricás Vectron is. Ez a mozdony is elég sokszor előfordult itt hazánkban különböző tehervonatok élén. Valamint van még egy szlovák vonatkozású, a Budamaros matricás mozdony, ez a legújabb matricával ellátott gép, ő is szintén gyakran előforduló vendég nálunk. Vectronok mellett lesz még egy ÖBB-s Herkules, a 41-es pályaszámú. A képről annyi látszik, hogy ez már az új 12 jegyű pályaszámmal ellátott mozdony. Nem vagyok benne biztos, hogy ő bejáró-e hozzánk vagy nem, de ide lehet venni, hogyha valaki nem nézi nagyon a pályaszámokat, akkor piros ÖBB-s Herkules az elég gyakran szokott járni ugye különböző tehervonatok érén, nem csak a nyugati határ szélen, hanem most ott Röszke fele is a tereléseknél azért láttunk már ilyen mozdonyt különböző tehervonatok élén. Nagyjából ennyi lenne így a hazai vonatkozású nem MÁV vagy GSEV szekció. Látszik, hogy most eléggé rágyúrt a Rokó ugye ezekre a magánvasúti gépekre, elég sokféle
festésű Vectron fog érkezni tőlük. Nagyjából ennyi lett volna a katalógus bemutatása. Írjátok meg a kommentekbe, hogy nektek mi az, ami így ebből a felhozatalból a legjobban tetszik, mi az, amit a legjobban így a kívánságlistátokra tennétek az idei év folyamán. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!